Ifjabb Balázs Elemér, zongorista, zeneszerző, még csak 23 éves, viszont fiatalkora ellenére a legnevesebb díjak büszke tulajdonosa. Igen, és hát azért nem is véletlen, hogy Gyurta Dániel jelöltjeként idén ő is részt vesz a Highlights of Hungary-n. Most vele beszélgetünk az elmúlt útjáról, itt Üszakáról. Hello Elemér, köszönjük, sziasztok, hogy eljöttél hozzá. Hát itt a felvezetőben azért azt említettem, hogy nagyon-nagyon sok díjat bezsebeltél már, és még mindig csak 23 éves vagy, és még mi minden van előtted. Beszélünk majd ezekről is, Junior Prima díj, Yamaha díj, azért mindent tudunk rólad, viszont milyen szerepet tölt be most az életedben ez a Highlights of Hungary jelölés? Mi volt az első gondolatod, amikor ezt megtudtad, hogy jelölt vagy? Hát talán a legelső gondolatom, amint megtudtam e-mailben, hogy egyetlen jelöltek, az nyilván az volt, hogy hihetetlenül örültem, és megtisztelve éreztem magam, viszont nekem ez a Highlights of Hungary jelölés, ez egy olyasfajta érzés, hogy jó úton haladok, és hogy jó felé visz az utam a zenében is, unblock az életben, szóval én ennek hihetetlenül örülök, és igyekszem ezután is nagyon sokat dolgozni azért, hogy még több ilyen dolgot érjek el. Igen, ennél a Highlights of Hungary kezdeményezésnél egyébként nem csak a nyertesek nyernek a végén, hanem már maguknak a jelölteknek is nagyon jó, hogy egyáltalán jelölték őket. Gyurta Dániel jelölt téged. Volt lehetőséged már vele találkozni, vagy már egyébként ismertétek egymást? Hát igazából ez a legnagyobb jelenet az egészben, hogy soha nem találkoztunk, szóval én meg is lepődtem, mert hatalmas tisztelője vagyok Gyurta Dánielnek, hogy ő jelölt engem. A többi mentor közül már ismertem, például Borbás Marcsival már sokat beszélgettem, de Gyurta Dániellel soha, és ezért nekem nagyon megtisztelő volt, ő rám gondolt, és elindított ezen a folyamaton. Én a saját bevallásom szerint erre példaképeket jelölnek. Mindenki példakép. A 25 jelölt, meg az a 600 is, akit egyébként, aki jelentkezett, vagy akit jelöltek végül. Te példaképként tekintesz már magadra? Mert hogy azért 23 éves vagy még mindig, viszont olyan sok mindent elértél már a zenei karrierben, vagy egyáltalán mi az, amit át akarsz adni a közönségnek? Vagy a fiatalabbaknak? Hát igazából az én életfilozófiám mindig az volt, hogyha már egy embernek adok egy koncerten élményt, vagy érzelmeket, akkor már megéri csinálnom az egész zenei szakmát. És úgy gondolom, hogy a fiatalabb generációnak is mindig is azt fogom tudni mondani, és bárkinek, aki zenél, hogyha őszintén beleadják az emberek az érzelmeiket, akkor soha nem fognak tévedni, és soha nem következik majd semmi negatívum abból. Édesapád dobosként és zeneszerzőként is meghatározó alakja a hazai jazz életnek. Tőle milyen tanácsokat, útravalókat kaptál? Hát majdnem mindent. Igazából mindent a szüleimnek köszönhetek, hogy ezt a sok évnyi támogatást, amit ők véghez vittek, az még nagyobb teljesítmény, mint az összes díj, amit elértem, mert nagyon nehéz azért egy zenész gyerekkel, vagy nem tudom, nagyon annyira nehéz pillanatjaink voltak, viszont szerintem megérte. Édesapám mindig egy ilyen példaképként említettétek pont ezt, nekem ő volt a legelső példaképem így édesanyám mellett. Szóval mindig zenei tanácsokkal, mindennel. És kritikusak egyébként veled szemben? Most már egyre inkább nem, mert látják, hogy most már én vagyok kritikus magammal. Szóval ezt mindig is beszélgettünk erről, hogy fontos azért a balansz, tehát hogy az önkritika is, de amellett meg tehát szeretni azt, amit az ember csinál. És nagyon izgalmas időszak előtt állsz most is, hiszen a legfrissebb zenéd a Cannes-i Filmfesztiválon fog felcsendülni. Mit hallhatnak majd itt? Igen, hát erről még annyit nem beszélhetek, mert azért aláírtam egy ilyen nagyon komoly szerződést, viszont egy 10 percet, egy rövid filmnek írtam a zenét, ez most már a második filmzeném, és hát nagyon várom, hogy mi lesz ott egyáltalán a film, mert szerintem egy nagyon érdekes film lesz. Erről majd megjelenik információ, és majd én is meg fogom mindenhol osztani. Viszont nagyon szeretnék a filmzene szerzésre is foglalkozni a jövőben, szóval mindig is akartam nyitni el felé, és nekem azért ugye hatalmas öröm, hogy ott is kiteljesedhetek.
Viszont mikor jött el az az életedben az a pillanat, mikor nyitottál a világ felé, már itt a világot úgy értem, hogy mondjuk a klasszikus zenétől kinyitottál, már azért nem csak klasszikus zenét játszol, meg hát ahogy említetted a filmzene, az egy ilyen álomprojekt most. Szerintem gyerekkorom óta különféle zenék vesznek körül, soha nem volt egy olyan gondolat is a fejembe, hogy leragadnék egy zenei műfajnál, mert nem annyira hiszek a műfajokban, inkább csak abban, hogy van olyan zene, ami megfog engem, vagy ami nem, szóval... De a klasszikusat ötvözöd a modernnel. Ez mennyire nehéz? Ez mekkora kihívás? Szerintem ez a könnyebbik része. Szerintem a nehezebbik része az, hogy minél hithűbben előadni ezeknek a hihetetlen szerzőknek a darabjait. Viszont nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon sok koncertre eljuthatok itt Budapesten is. Különféle fantasztikus, mindenféle műfajból, szóval mindenhonnan tudok meríteni olyan zenei ötleteket, amiket később majd beleteszek a saját zenémbe is. Itt említetted, hogy a Káni Filmfesztiválon bemutatott zenéről nem nagyon tudsz, vagy nem szabad még mesélni, hát viszont szerződés. Hát szerződés, semmi gond. Viszont amiről szerintem még tudsz nekünk mesélni, az az idei Yamaha ösztöndíj, és hogyha jól tudjuk, akkor azért is voltál emiatt nagyon boldog, mert hogy alapból a japán kultúra nagyon közel áll a szívedhez. Igen, gyerekkorom óta imádom Japánt, és nem tudom miért egyébként, tehát hogy ez valahogy így kialakult bennem. És nekem azért volt hatalmas megtiszteltetés, hogy ezt a díjat megnyertem, és azután a Yamaha cég meg is hívott egyébként Barcelonába márciusban, hogy tartsak mesterkurzusokat kisebb gyerekeknek, és nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy egyáltalán rám gondolnak, és talán majd kijutok ezáltal Japánba. Szívből gratulálunk neked ehhez utólag is, és természetesen a Highlights of Hungary jelöléshez is október 20-áig lehet rád is szavazni, és drukkolunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt voltál.